Több tucat ezüst, Norman és lucfenyő várja leendő gazdáját a béketér mellett. Rigó Tamás nagy reményekkel vágott bele a faárusításba, hiszen mint azt elmondta, a vírushelyzet miatt az emberek szeretnék a lehető legszebb és legmeghittebb körülmények között lezárni ezt a nehéz időszakot. Stábunk kérésére az árus elmondta, továbbra is három fafajta a legnépszerűbb. Alapjáraton három különböző fajtát tudunk megkülönböztetni, az ezüst, a luc és a normand. Ezen kívül vannak még extra igények, mint teszem azt konkolor, viszont az alapjáraton ez is luc és normand, ami van a piacon. Rigó Tamás hozzátette, a méret és a típus választásnál természetesen figyelembe kell venni, hogy milyen környezetben lesz majd a fenyő. A piacon nagyon jól megkülönböztethető, hogy éppen ki milyen fajtát szeretnek hazavinni. Az idősebbek, mint mondta is, a nyugdíjasok a kisebbeket, egyrészt anyagi szempontból, mivel a olcsóbb, fölrakják asztalra, kisebb a hely a lakásokba, ott ilyen 1,80-ig keresnek fákat, a nagy családosok családi házat természetesen a nagyobbakat, oda viszont általában normandot, amit visznek. Nem sokkal messzebb a piac téren, miatt a Mercedesnél nem pusztán fenyőfákat, hanem fagyöngyöt is találnak az érdeklődők. Mint elmondta, a fagyöngy valójában egy növényi betegség, amelyet levágnak és begyűjtenek, miután az kinőtt a fából. Ezután általában különböző díszeket készítenek belőle. A fákon ott ilyen félélősködőként, tehát egy fának ez egy betegsége, a fagyöngy, amit úgymond leszoktunk vágni, és akkor úgy van megkötve, illetve csokrozva, vagy ugye gömb formájában lehet ugye meg. Ha ugye az utazás túléli, akkor ideér szép formában. Igazából gyógynövényként is szokták használni, ugye gyógyászatokban, de alapesetben ugye egész Európában őshonos. Tehát ajtó fölé szokták díszíteni, temetőbe szokták vinni. A karácsonyfák kapcsán miatt a Mercedes hozzátette, az, hogy milyen méretet és fajtát keresnek a városlakók, minden évben változik. Igazából minden év teljesen változó. Tehát valamelyik évben a méter 50-es fákat keresik, valamelyik évben meg keresik a 250-270-es fákat. Úgyhogy ezt igazából nem tudjuk kiszámítani. Mi minden évben hozunk gyökeres ezüstfenyőket, azt idén is hoztunk, meg ugyanúgy vannak normandok kismérettől nagy méretig, meg lucfenyők. A fenyőárusok egyetértettek abban, hogy érdemes az igényeik alapján tájékozódni arról, hogy számukra milyen típusú fenyő lenne az ideális. Ebben a szakértők minden esetben meg tudják adni a megfelelő segítséget.